Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, a Kicsimpolya, a Csimpolya és a Kenderkósz Néptánc Együttesek mostan kinyílt egy szép rózsavirág című 2021. évi adventi gála műsorán. Tisztelettel köszöntöm városunk polgármesterét, Tóth Lajos urat. A megjelent önkormányzati képviselőket, valamennyi megjelent intézményvezetőt, illetve a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ vezetőjét, dolgozóit. Külön szeretettel köszöntöm a fellépő gyerekek szüleit, tanítóit és minden kedves vendégünket. Nagy tisztelettel köszöntöm városunk alpolgármesterét, Vadász Ferenc urat is. És most tisztelettel felkérem Tóth Lajos polgármester urat, mondja el köszöntő beszédét. Jó estét ki a kedves minyáknak, meg tisztelettel köszöntök mindenkit. A szép karácsony előtti kormány 4. hétvégéje, ugye a pillanataiban. Nagyon örülök annak, hogy a Kicsimpolya, a Csimpolya és Kenderkósz együttesek, nem akartam elhibázni. Ünnepi műsorra készültek Püspökladány város lakosságának, kedves megjelentetnek, szülőknek és mindenki, aki eljött ezen a szép estén. Én örülök annak, hogy itt lehetünk. Tudom, mert megsúgták nekem, hogy régóta készülnek és lelkesen készülnek a kicsik, a picik, és a kevésbé picik és a kevésbé fiatalok is. Minden nem rá gondoltam. Lelkesen készültek erre a szép ünnepi pillanatra. Úgy gondolom, hogy felemelő érzés az, hogy itt lehetünk, és a karácsony előtti 24. hétvégén ilyen szép műsorban részesülünk. Én az előbb a színpad mögött voltam, amikor a fotózás készült, fotózkodás volt, és láttam, milyen lelkesen és izgalmasan készülnek a kicsik és mindenki, és bízom benne, hogy a nagy izgalom és a tisztességes felkészülés eredménye az lesz, hogy ide estén varázsolnak számunkra. Még egyszer nagyon örülök annak, hogy eljöttek. Tisztelettel köszönöm a zenekarnak, hogy itt vannak. Köszönöm, hogy önök eljöttek, és mindenkinek ma este jó szórakozást, a karácsonyi ünnepekre még megfelelő készülődést kívánok, izgalmasbeli készülődést, új esztendőre pedig mindenkinek sok siker, és legfontosabb a jó egészséget, tehát a mai nehéz világban talán jó egészséget legfontosabb. Még egyszer tisztelettel köszönöm önöket, és érezzék jó magukat, jó szórakozást. Köszönjük szépen, polgármester úr, nagyon kedves szavait. Most pedig fogadják nagy szeretettel a Kenderkósz Hagyományőrző Egyesület csoportjainak, a Kicsimpolya, a Csimpolya és a Kenderkósz csoportoknak, valamint a Csenk Imre Művészeti Iskola tanulóinak adventi betlehemes műsorát. Érezzék jól magukat, fogadják őket szeretettel.
akikkel házban vannak. Kint vannak társaim, kikkel fényes Betlehemben jártak. Behívnám őket, mert igen-igen fáznak. Ezen szavaimra mit tetszenek mondani? Beszabad-e jönni? Vagy nem?
Az elmúlt percekben az Egyesületünk által fenntartott együtteseink tagjai idézték fel az adventet, majd a Kenderkósz Néptánc Együttes táncosai a Galgavidékről bagi hangulatokat varázsoltak a színpadra. Ezt követően a Kicsimpolya Néptánc Együttes előadásában Kis Libuskák címmel játékfűzést láthattak, melyet Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka állított össze. Az első műsor részt végül a Csimpolya Néptánc Együttes tolmácsolásában Patalenszkiné Makai Andrea és Márton Attila Előveszem a Revolverem című koreográfiája zárta, melyben gömöri táncokat tekinthettek meg. Sajnos a tavalyi és az idei évre is erősen rányomta a bélyegét a pandémia. Nagyon sok tervünket törölnünk kellett. Nagy örömünkre az év második felében viszont rengeteg emlékezetes programot sikerült megvalósítanunk. Májusban végre újra személyesen találkozhattunk, és belevethettük magunkat a gyakorlati órákba. Június 5-én Gyere rózsám a ház mögé címmel megrendeztük a Kicsimpolya, a Csimpolya és a Kenderkósz Néptánc Együttesek szokásos évadzáró műsorát, ahol átadtam a stafétát kedves tanítványaimnak, Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalkának és Nagy Szabolcsnak. A fiatal tanítványokból lett kollégák azonnal bele is vetették magukat az önálló munkába. Június 21 és 25 között szervezték meg az első püspökladányi gyermek néptánztábort, ahol rengeteg izgalmas táncos-zenész programmal várták a gyerekeket. A tábor zárásaként június 26-án a Csimpolya Néptánc Együttes a Debreceni Tűztánc Fesztiválon lépett föl. Sok éves gyakorlat, hogy a nyár folyamán az együtteseinkbe járók néptánztáborokban gyarapítják a tudásukat. Július 18 és 21 között a Csimpolya és a Kenderkósz Néptánc Együttes táncosai a Cserhát szívébe utaztak el, ahol a Szandavári diáktáborban Varga József és Nagy Töviskes Viktória segítségével kékcsei és bagi táncokkal foglalkoztak. Az Egyesület a nyár végén megszervezte a 27. Sárrétmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztivált. Idén is élénk érdeklődés kísérte a rendezvényt, és örömmel tapasztaltuk, hogy a résztvevő együttesek és a lakosság körében egyaránt szép sikert aratott. Nagy örömünkre szolgált, hogy újra vendégül láthattuk határon túli barátainkat, a Székelyudvarhelyi Kékiringó Néptánc Együttest is. Bizonyára mindenki jól emlékszik a látványos, gazdag viseletükre és kedves műsoruk emlékezetes perceire. Az együtt töltött szép napok szép emlékként maradtak meg bennünk, és nagyon reméljük, hogy bennük is. Második műsor részben az együttes vezetői, Nagy Andrásné Baranyai Hajnalka és Nagy Szabolcs, boncidai román táncokat mutatnak be, majd a kiváló Bakator zenekar fog nekünk zenélni. Végül a Csimpolya. Tapsoljuk meg a kiváló Bakator zenekart. Végül a Csimpolya és a Kenderkósz Néptánc Együttes táncosainak előadásában Szombatiné Törőnóra és Markovics Sándor Kalasis című koreográfiája idézi a messzi felcsik hangulatait. Thank you.
Thank you.
Az én koromban Kalasisba jártunk, úgy hívtuk a fonót Kalasis. Nem tudom, mi az értelme, fonó. És nekünk ott volt a szórakozás. Elfolytott ilyen-olyan beszéd. Énekeltünk, játszottunk, stáncoltunk. Mi lányok szerveztük. Volt, amikor tudtunk kivenni egy üres szobát. És oda a környékbeli lányok, jössze-te, sesze jöttünk. A fonóba ismerkedtünk meg a legényekkel is. Egy-egy legény egy este esze járt 4-5 kalasist. Mentek egyikből a másikba, ki-ki hol találta meg a maga párját. Ők mindenütt otthon voltak. Annyit mondtak, jó estét. S jöttek be. Aztán megkezdődött a játék. Thank you.
zenekarnak egy meglepetés ajándékkal tartozunk. Kérünk szépen még egy zenekari számot. És majd utána elmondom, amit el szerettem volna mondani. Hogy mondjam el először, Ádám, és akkor azzal kezdődik a harmadik félidő, hogy a zenekar egy meglepetés zenekari számot ad elő nekünk. Ez most nekik is meglepetés. Annyira kiválóak, hogy nem jelent nekik gondot egyáltalán, én azt gondolom. Akár reggelig sem, mint tudjuk. Itt-ott bárándon, itt-ottam, ott reggelig is szoktak mulatni és mulattatni. Kiválóak. Nos, hát akkor táncosaink élményekkel telve vágtak neki az őszi időszaknak. Az együttesek vezetői szeptemberben végigjárták az iskolákat, és táncos, mozgásos, játékos foglalkozásokat tartottak minden jó pár osztályban. A foglalkozások kedvence a nyáron már megismert fifi volt mindenütt. A legnagyobb, ugye tudjátok, mi az a fifi? Elmondod, Máté, hogy mi az a fifi? Az egy olyan játék, hogy így van egy kötél, és így Szabi bácsi lengeti, és azt, akihez hozzáér, hát az szépen kiesik. Aki meg átugorja, az meg hát ügyes. És ki nyer? Aki utolsónak megmarad. És Máté is nagyon ügyes, hogy ezt el tudta mondani. Igen, ez a kicsik kedvenc játéka. A legnagyobbaknak a szeptember minden hétvégéje hozott programokat. A kenderkócosok részt vettek Tőke László püspökladányi őszi táncos lovas parádéján, aminek az volt a nagy emlékezetes mozzanata, hogy lovaskocsin vitték be őket a tánctérre. És azóta is úgy emlékeznek rá, hogy ez egy páratlan és kiváló élmény volt a számukra. Ezt követően részt vettek az első, a Sáréti Népi Együttes által szervezett első Borús András gálán, majd Szeghalomban a 41 éves Szeghalmi Sáréti Népdalkör Egyesület jubileumi műsorán vettek részt. Ott a sárkányhúzó zenekar közreműködésével kékcsei táncokat táncoltak. A kicsimpolyások Szent Mihály napján, vagyis szeptember 29-én a Katica óvodába látogattak el. Na most ezt el kell, hogy mondjam, nem azért, mert húznom kell az időt, hanem azért is, hogy a picikkel szeptemberben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán lehetett produkciót bemutatni. És ez nagyon nagy dolog ettől a kicsimpolya együttestől, hogy ők már szeptember 29-én színpadképesen, szépen, ügyesen szerepeltek az óvodának a szüreti mulatságán. Úgyhogy tapsoljuk meg őket most is! Ezen a napon a csimpolyásoknak is volt jó programja, ugyanis Nagy András Balázs Mihály napi szokásokról beszélt nekik, néphagyományokat elevenített fel, és különböző népi hangszerekkel ismertette meg őket. Itt van a körünkben Nagy András Balázs, tapsoljuk meg őt is, mert sokat segít az együttes munkájában. Az Egyesület következő nagyobb horderejű rendezvényére november 13-án Márton napi libaságok címmel került sor. Ezen a napon a Karacs Ferenc Múzeum dolgozóinak segítségével interaktív, néprajzi, zenés táncos előadást tartottunk. Mikulás nap közelettével a Kenderkóc együttes táncosai a sárkányhúzó zenekarral közösen táncházi táncokkal ismerkedhettek meg. Most következik műsorunk utolsó blokkja. Ebben a kenderkócosok előadásában Nagy Töviskes Viktória és Varga József kékcsei anyagból készült koreográfiáját tekinthetik majd meg. Ezzel a műsorszámmal búcsúzik 2021-ben a Kicsimpolya, a Csimpolya és a Kenderkósz Néptánc Együttes. Az együttesek vezetői Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka és Nagy Szabolcs. Nagyon megérdemlik a tapsot, rengeteget dolgoznak. A Kenderkóc együttes szakmai segítői Varga József és Nagy Töviskes Viktória. A
a műsort, mint annyi más rendezvényünket most is a kiváló Bagator zenekar kísérte, és majd játszik mindjárt nekünk. És a kékcsei táncok végeztével kívánom én is, az együttesek vezetői, a táncosok és magam nevében, hogy az elkövetkező adventi időszak, a karácsony békességet, boldogságot, szeretetet, megnyugvást hozzon az önök életébe, és az elkövetkező új év sikereket, jó egészséget és minden jót hozzon mindenkinek. Köszönöm a figyelmet!
kettő. Na jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, kellemes karácsonyi ünnepeket, és egészségben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk. Bocsánat, hogy lihegek. És Ildi néninek pedig nagyon szépen köszönjük a konferálást, köszönjük, hogy itt voltál.